Sziasztok, Kovács István vagyok, a Green zenekar basszusgitárosa. A következő pár percben ezt a három basszusgitár kombót szeretném nektek bemutatni. JB Player School, Mini 121P, illetve Micromark. Kezdjünk is rögtön a Micromarkkal. Méretének az érzékeltetéséhez hoztam egy cipőt, ami az én 46-os sportcipőm. Hát látjátok, hogy kb. Egy cipő méretének megfelelő basszusgitár kombóról beszélünk. De ugye nem a cipőmről lesz most szó, hanem magáról a kombóról. Először kívülről ugye az látszódik, hogy egy kis hangszórót szeretek bele, 8 szolos a hangszórója. Nagyon egyszerű a kezelőpanel, egy hangerő potmétert találtok rajta, illetve egy filterezésre alkalmas potmétert. Számos csatlakozási lehetőség van a kombónkon, van egy AUX bemenetünk, van egy fejhallgató kimenetünk, van egy szimmetrikus kimenetünk is, illetve egy másik hangfalat is rá tudunk csatlakoztatni. Legkisebb versenyzőket nyilván nem színpadra, nagy színpadra tervezték, nem is ez a cél vele, ugye? Viszont gyakorláshoz, dalok leszedéséhez, kisebb próbákhoz, ahol esetleg 2-3 fős zenekar szólal meg egy kisebb helyen, esetleg egy belvárosi lakásba kell felcipelni, arra tökéletesen megfelel, nagyon jó fejhallgató kimenete van, aminek tökéletes hangja van, illetve a basszusgitár hang sem elenyésző, tehát a 8-szoros hangszóróból csodálatos vastag basszusgitár hang jön ki. Menjünk tovább a nagy tesóval. CMD JB Player School. Jeff Berlinről kapta a nevét, őről a keresztelték el, a JB innen ered. 15-szoros hangszoróval szerelték, az erősítő teljesítménye 250 watt, a hangszorói pedig 300 wattos. A célja az volt a gyártónak, hogy egy elérhető áru, de profik és kezdők számára is tökéletes erősítőt építsenek meg. Szeretnék az erősítőről valami kritikát is megfogalmazni, de nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert az erősítő több órás gyakorlás után is egyre jobban megszerettem. Talán egyetlen egy dolgot tudok elmondani, ami a korábbi tapasztalatok alapján esetleg hiányosság, hogy ebben az erősítőben nincsen magas hangsugárzó. Gyönyörű szép a mélye, a 15-ös felület nagyon gömbölyű, vastag mélyeket ad, viszont a magas egy picit bizonyos szituációkban hiányzik. CMD 121P, ezt az erősítőt már 12 szolos hangszoróval, illetve egy magas hangsugárzóval szerelték, a hangszorok teljesítménye 400 watt. Kezelőszervek, gain potméter, 4 sávos EQ, van még 2 filterezésre alkalmas potméterünk, VLL. Ez egy hangfal emulátor. Bemutatom nektek, hogy milyen hangja van a basszusgitárnak, hogy ezt a potméter föltekerjük. Normál esetben egy naturális hangot hallhatunk. Amikor pedig föltekerjük ezt mondjuk 2/3 vagy akár egészen, akkor egy ilyen kerek, régi, vintage basszusgitár hangját imitálja ez a potméter. Tovább haladva találtunk egy VPF
nevű potmétert, ami a szleppelésnél segített nekünk nagyot. A mélyet és a magasat emeli, illetve a középfrekvenciát egy picit vágja. Offállásban így szól. És hogyha tekerek rajta, két fázisban fogok, jó, először félig föltekerem, ugye elkezdenek nyílni a magasak és a mélyek, és még jobban, extrém magas és extrém mély tartozik ilyenkor a hanghoz. Csatlakozási lehetőségek, hangszóró kimenet, hangoló kimenet, egy effekt kört tudunk rátenni, tehát return és send csatlakozással, és egy szimmetrikus kimenet a jel továbbfűzésére. Na, ezzel már lehet csapatni rendesen. Ennek brutális hangja van. Mindenkinek tudom ajánlani, aki sűrűn jár koncertre, sűrűn jár próbaterembe, nagyon sokat cipeli, mert maga az erősítő nagyon könnyű, és irdatlan hangerő, irdatlan energia van benne, amit ki tudunk használni mindenféle fronton. Bármilyen szinten is basszusgitározzol, ez egy tökéletes választás. Ennyi volt a mai videónk, én Kovács István voltam. Nagyon köszönöm a lehetőséget a Hangszerplázának, hogy ezeket a csodálatos erősítőket kipróbáltam, illetve elmondhattam a saját tapasztalataimat nektek. Ezeket az erősítőket meg is találjátok a Hangszerplázában élőben is, tehát arra kérek mindenkit, hogy menjetek be, próbáljátok ki, és bármi kérdésetek van, a srácok fognak tudni benne segíteni. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, keressetek minket Facebookon, Instagramon. Sziasztok!